A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet után pozitív hírekről tudott beszámolni a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. Az elmúlt hetekben sikerült a toborzás során megszólítani az önkénteseket. A véradók is érzik, hogy szükség van a segítségre, mesélte Gurály Edina, a megyei szervezet igazgatója. A COVID miatt a tavaszi időszakban csökkent a véradások száma. A járvány enyhülésével újra várják a véradókat a már megszokott nyári kampány keretében. Ebben az évben az Élet nem játék, adj vért szlogennel hívja fel a figyelmet az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A nyár az mindig egy különleges időszak szokott lenni a véradások miatt, mert hogy nagyon sokan elmennek szabadságra. Talán most az utazási kedv egy picit alacsonyabb, mint amilyen lenni szokott ebben az időszakban, és emiatt így a nyári véradásaink is egészen sikeresnek mondhatóak. Ettől függetlenül gondoskodnunk kell arról, hogy nyáron is eljöjjenek a rendszeres viradóink, illetve hogy új viradók is jelentkezzenek ezekre az eseményekre. A Magyar Vöröskereszt az Országos Vérellátó Szolgálattal két etapban hirdetett meg nyári viradó kampányt. A második időszakban járunk most, ahol közismert és ismert szeretett művészek álltak a véradás ügye mellé. Ők azt tartják fontosnak, hogy azt a szeretetet, törődést és odafigyelést, amit ők kapnak a közönségtől, a rajongóktól, valamilyen formában vissza tudják adni. A hallgatóság és a nézők szeretetét kívánja viszonozni az öt művész azzal, hogy személyes példamutatásával áll a véradás ügye mellé, tette hozzá Gurály Edina. A biztonságos vérkészletre azért is van most nagy szükség, mert az egészségügyi ellátás is felélénkült a veszélyhelyzet elmúltával, már a járvány miatt elmaradt műtéteket is elvégzik. Fontos többek között, hogy a ritkább vércsoportokból is legyen megfelelő mennyiség. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az emberi vér csak emberi vérrel pótolható, ezért is szeretnének minél több önkéntest elérni a kampány keretein belül. A Vörös Kereszt célja, hogy ne csak alkalmanként találjanak új véradókat. Fontos a rendszeresség, mivel a vérkészítmények szavatosságára is figyelni kell. Egyetlen véradással három betegen is segíthet egy önkéntes, mivel a levett vérből plazma készítmények, bőrös vérsejt és vérlemezke koncentrátum készül. A véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező tesztek elvégzése után nem csak a vércsoportját ismerheti meg. A szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a hepatitis B, a hepatitis C és a szifilisz kimutatására is. Vért adhat az, aki elmúlt 18, de még nincs 65 éves. Testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. Egészséges, illetve rendelkezik a regisztrációhoz szükséges igazolványokkal. Tehát van személyi vagy más fényképes igazolványa, lakcímkártyája, tajszáma. Az önkéntesek minden esetben egy SMS-t kapnak az Országos Vérellátó Szolgálattól, amikor a véradásuk hozzájárul egy beteg gyógyulásához.